Milyen kérdéseket érdemes feltennünk az ismerkedéskor, vagy kiszűrjük, hogy párkapcsolata van-e az illetőnek, vagy nincs? Van-e valami jó taktika? Hogyha októberben ismerkedsz, és mondjuk a férfi ember már a nyaralást, közös nyaralást tervezi, úgyhogy még nem is találkoztatok, akkor fuss. Sziasztok, Szinti vagyok, köszöntelek titeket a csatornámon, ez itt a Hogyan legyek jó feleség. Mai adásunk egy különleges alkalom lesz, hiszen elindul az új rovatunk, a szakértő válaszol rovat, amelyben mindig valamilyen nőket érintő fontosabb témát elemzünk a szakértőnk segítségével. Első vendégem dr. Hevesi Kriszta lesz. Tartsatok velem! Azt mutatják, hogy manapság 5 kapcsolatból egy az interneten keresztül indul, és 2040-re az emberek 70%-a az igazit már az interneten keresztül fogja megismerni. Mi erről a véleményed, és mire figyeljünk online párkeresésnél? Igen, azért ez nagyon egy ilyen fekete ló, hogy mit is választunk, mert ne felejtsük el, hogy nagyon sok fake profil is van. Az, hogy mennyire bármit füllenthetünk ott, egy olyan fajta felépített identitásunk, egy második életünk lehet úgymond, ami teljesen független a mi valódi lényünktől. Így például ugyanígy új fogalom, ami szintén azért a párkereséshez kapcsolódik, hogy ez az online hűtlenség. Az, hogy az illetőnek van kapcsolata, legyen itt szó férfiről vagy nőről egyaránt, és kiderül, amikor a párja rájön arra, hogy valójában egy teljes második élete van, hogy egy totál más személyiség, mint amit mutat. Erre hadd hozzak egy példát, hogy amikor mondjuk a nő rájön arra, hogy a férjének, akit 20 éve ismer, van egy olyan virtuális alternatívája ilyen szempontból, aki még ő a való életben egy visszahúzódó, gátlásos személy, ott viszont egy nagyon offenzív, kicsit vulgáris valaki, aki ráadásul a serdülő lányok iránt érdeklődik. Hogy akkor most melyik az a személy? Az, akit ismer, vagy pedig tehát ilyen szempontból, hogy semmit nem tud valójában róla, hogy akit ő személyesen a férjének tud, az a valódi, vagy pedig ez a virtuális személy. És hát ha már ezt említettem, azt hadd tegyem hozzá, hogy van egy ilyen is, ez az online skalpvadászat. Úgy nevezzük, amikor valójában ki se kell mozdulni. Tehát igazából a kényelmesen a fotelben ülve szörfözhetsz, keresgélhetsz, és alakíthatsz ki bármilyen viszonyt, füllenthetsz, mert nincsen egyrészt a szemtől szembeni visszautasítás kockázata jelen, illetve hát ugyanígy, hogyha valami mégsem úgy alakul, akkor bármikor töröl, tilt, és ezzel meg is szakadt ez az úgymond virtuális kaland. Ha benne vagyunk az ismerkedésbe, és ugye kiderül, hogy annak az illetőnek van párkapcsolata, barátnője, férje, és ugye nyilván ez is egy üzenet, felénk nézve is, hogyha ő emellett ezt velem ismerkedik. Hogyan viszonyuljunk ehhez, és milyen tulajdonságokra utal ez a tevékenysége? Na most itt azért van egy nemi különbség, hogy miről hazudunk valójában. Míg a nők elsősorban a külsejükkel és kiemelkedően a testsúlyukkal kapcsolatosan szoktak füllenteni, lódítani, hát ezt fogalmazhatjuk meg sokféleképpen. Ezzel szemben a férfiak egyrészt a párkapcsolati státuszukról, másrészt pedig az aktuális kapcsolattalra vonatkozó terveikkel szoktak füllenteni. És hát tegyük hozzá, hogy jellemzően mindkét fél, ugye itt a párkapcsolatban élők, hajlamosak megfeledkezni egy-két-három gyerekről. Tehát igen, és egyébként pedig az, hogy mibe füllentünk, azért azt hadd tegyem hozzá, én ezt szoktam mondani például a barátnőimnek, hogyha októberben ismerkedsz, és mondjuk a férfi ember már a nyaralást, közös nyaralást tervezi,
tervezi, úgyhogy még nem is találkoztatok, akkor fuss. Azért lő be ilyen távoli célokat, hogy érezd a kapcsolat komolyságát, és valójában akkor teljesen biztos, hogy egy vagy felelőtlen, de azért ma már ennyire nem felelőtlen valaki, vagy pedig, hát ami sokkal valószínűbb, hogy egy ilyen online vadász. Milyen kérdéseket érdemes feltennünk az ismerkedéskor, hogy kiszűrjük, hogy párkapcsolata van-e az illetőnek, vagy nincs? Van-e valami jó taktika? Én inkább azt mondanám, hogy hagyjuk őt beszélni. Mert nagyon érzékenyek arra, és ezt sokszor hallom, ugye nekem a másik oldal is ott ül a rendelőmben, hogy a nők hajlamos egy kicsit olyan APEC ellenőr jellegű kérdéseket feltenni. Ez a hol dolgozol, van kocsid, van nyaralód, mikor voltál nyaralni, stb. Úgyhogy én ezért inkább azt mondanám, hogy amikor a férfi kérdez, akkor kérdezzünk vissza maximum, de igazából nem nagyon van olyan rutinos kérdés, és erre nagyon-nagyon fel vannak készülve, és azt mondani, hogy nem, az sokkal egyszerűbb, meg hát azért voltak ők épp eleget facérak, úgyhogy meg tudják játszani azt az állapotot. Én inkább azt mondanám, mert viszont itt egy nagyon fontos dologra felhívnám a figyelmet. Pont most készült egy 2020-as cikk, nemrég publikálták, hogy nagyon sok olyan, hát hogy mondjam, személyiségzavar is képviselteti magát például a Tinderen, vagy egyéb online társkeresőkön, ami viszont hát sérüléseket okozhat. Tehát olyan szempontból ugye ezek a fajta ilyen online ragadozók, most itt ezt elsősorban egyébként az olyanokra szoktuk mondani, akik kiskorúakat is keresnek, de itt most és szintén ezt a fogalmat használnám, mert valójában csak itt játszanak a másiknak az érzéseivel, tehát így például mondjuk csak gyakorolják a párkapcsolati skilljeiket, vagy pedig milyen célok jelennek meg itt például a Tinder randi esetében, akár azt, hogy utazás szervezni, ugye akkor lesz szállás, élet, étel, és ilyen értelemben még egy kis szex is, hogyha külföldre vágyik, vagy pedig egyszerűen csak unaloműzés céljából. No, és itt ezek a személyiségvonások, tehát még régebben a pszichológiában megfogalmaztuk ezt a nagy hármast, a sötét hármast, ami ilyen szempontból a pszichopátia, ugye a pszichopata az tipikusan nem szeret, nem szorong, nem tanul a hibáiból, kegyetlen, empátiamentes. Tehát ha belegondolunk, ez valójában a legszörnyebb ilyen jelleg személyiségzavar. A másik a narcisztikus, a narcizmus, ami szintén, ugye, hát azt hiszem, hogy ez az, ami mai világunkban az egyik legismertebb. A harmadik pedig a machiavellizmus. Ugye Machiavelli a fejedelemről kapta a nevét, aki iszonyúan tudta manipulálni, akár a konkurenciáját, akár tehát a fejedelemként, mind a beosztottjait, mind pedig mindenkit, aki a környékén volt. Egyébként zárójelben hozzáteszem, gyerekek esetében úgy szokták ezt tesztelni, vagy úgy szokták már ideje korán felismerni, hogy adnak nekik ilyen iszonyú rossz ízű kekszet, és hogy mennyire tudják rávenni a kortársaikat, hogy hány darabot egyenek meg ebből a rossz kekszből. És hát a machiavellista az nagyon sokat. És úgy, hogy még a másik majd, hogy nem megtisztelve is érzi magát, hogy ehetett a kekszéből ilyen szempontból. Tehát ez a három, tehát egy nagyon manipulatív, egy abszolút érzelemmentes és érzéketlen személyiségvonás, illetve a narcisztikus, aki csak saját magát akarja legyeztetni, és erre bejött egy negyedik, a ilyen értelemben már a sötét négyes, a szadizmus. Ami pedig azt, hogy kimondottan élvezi azt, hogy a másiknak vagy valami lelki fájdalmat, vagy azt, hogy ugye elhitett vele bármit, és akkor utána ledobja a jéghideg padlóra. Ezt azért mondom, hogy honnan lehet tudni azt, hogyha valami ilyen tényleg kóros személyiségvonás akadt a hálunkba. Amikor elkezdünk beszélgetni az online platformon, érdemes előre tisztázni, hogy kinek mi a célja, tehát hogy szexkapcsolatot szeretne, komoly kapcsolatot, vagy mit ajánlasz? De ezt elsősorban a lányok szokták fontosnak tartani, de az az igazság, hogy ezzel semmit nem szűrünk ki, viszont minden pasi már teljesen ideges ettől a kérdéstől, meg azért ne felejtsük el, hogy nem tudjuk még, nem is ismerjük a másikat. Egyrészt, kettő, annyira könnyű azt mondani, hogy mindenki, hogy természetesen komoly párkapcsolatra vágyom, és hadd tegyem hozzá, ugyanígy a férfiak már ezen szoktak nevetni, hogy minden nő komoly párkapcsolatra vágyik, aztán mégis, tehát hogy ezt ilyen kötelezően mondja magáról, aztán kapható az alkalmi kalandra is. Tehát igazából semmit nem nyerünk vele, tehát több plusz információhoz nem jutunk. Hogyha füllenteni akar, úgyis azt teszi, viszont ilyen szempontból már egy annyira ilyen bevált és kicsit már unalmassá váló kérdés, ami inkább már egy ilyen viszket kategória sokak számára, semmint valódi információforrás. Kik vannak jobb helyzetben szerinted, a nők vagy a férfiak?
a párválasztás kapcsán? Hát nyilván mindenki a másik nemet gondolja, de vitathatatlan, hogyha egy férfi nagyon jó ilyen verbális skill-ekkel rendelkezik. És ügyesen tudja egyrészt megválasztani a profilképét, másrészt pedig így ismerkedni a Tinderen, és utána is azért nem pedig, mint egy sótlan sült hal körülbelül a randikon, akkor azért a valóban azért jellemzően párkapcsolatot kereső hölgyekkel szemben az alkalmi kapcsolatot gyakran preferáló férfiak vannak előnyben. Mi a véleményed arról, hogy a 21. századi nők, lányoknál látható az, hogy könnyen kaphatóak, és igazából azért, hogy legyenek valakivel, feladják saját magukat sokszor. Ez egy érdekes dolog, mert ugye az alkalmi kalandhoz is azért jellemzően, most itt a heteroszexuális viszonyokat érintve, azért kell egy férfi és egy nő. És ebből kifolyólag a férfiak gyakran úgy tekintenek rá, hogy na hát miért, tehát a nők is win-win helyzet, neked jó volt, nekem jó volt. De azért ez nem teljesen így van. Tehát egyrészt azért a nők esetében az alkalmi szex az nem szokott olyan kielégítő lenni, mert még hogyha ugye el is játsszák ugye az éjkirálynői áriát, azért valljuk be, hogy mivel a férfi nem gyengéd, nem intim, nem ismeri még annyira a nőnek a testét, ezért aztán nem is szokott, és még egy dolgot hadd mondjak. Itt a női szexualitásnak a kicsit másfajta jellegére, hogy még hogyha a nő teszem, az ki is elégül az együttlét során, mégis sokszor úgy érzelmileg nyitva marad. Tehát valahol kell az a lezárás, ez a jó voltál, átölellek, kapsz egy puszit, hívlak még. Tehát az jött ki nagyon sok eredmény alapján. Egyrészt, hogy tényleg igaz az, hogy egyrészt a férfiaknak van egy magasabb önkielégítési arányuk, tehát hogy sokkal pozitívabban viszonyulnak hozzá. A másik, ami ugyanígy konzekvensen kijön, az alkalmi kapcsolatok iránti nagyobb fogékonyság. Tehát ezért, és bocsánat, még egy dolog nagyon fontos, hogy a nőkre vonatkozó felmérések alapján pedig a nőnél azért ez nincs előre lezongorázva. Tehát még hogyha azt mondja, hogy oké, alkalmi viszony, akkor is azért nyitva hagyja azt a kiskaput, hogy akár még komolyjá is alakulhat. A modernkori párkeresésnek új típusú szavai is vannak, ilyen a sexting, a ghosting, a hookup. Mit jelentenek ezek? Igen, kezdeném a végénél. Ugye a hookup, az a hookup culture, az a felcsippentés kultúrája, ami valahol azt mondja ki, hogy a mai világunkban már mennyire elfogadott és természetes, hogy valakinek alkalmi kalandjai vannak, és nem csak a fiatalabb korosztály, hanem szinte valamennyi réteg esetében. A sexting, az a szex és a texting szavaknak az összeolvadása. Hát a szexet azt gondolom értjük, a texting meg ilyen rövid, gyors, szöveges üzenetküldés volt, amit jellemzően párkapcsolatterapeuták találtak ki olyan céllal, hogy hát ugye melegen tartsák a hálószobát. Tipikusan ugye az, hogy lesz-e szex, az nem akkor dől el, amikor belépünk a küszöbön, hanem benne van valahol a levegőben. És azért, hogy már napközben egy kicsit úgy ráhangoljuk magunkat, illetve a partnerünket, tehát ilyen rövid kis üzenetek formájában, hogy... Na most ez a lényeg, ennek az evolúciója, hogy ilyen kis rövid üzenetek voltak, hogy de kívánlak, meg de várom már, hogy hazaérjek, stb. És hát a modern technika lehetővé tette, hogy már ne csak ilyen kis füllet üzeneteket, hanem már akkor mellékeljünk egy képet is, hogy egészen pontosan mennyire is kívánlak. Tehát ezt jelenti, valójában jellemzően ma már még inkább bezumolva, főképp a nemi szervekre vonatkozik ennek a küldözgetése. Jobb esetben egy úgymond teljes alakos, de hiányos öltözetű. Jobb esetben nem ismeretlen arcokkal kapjuk ezeket. Igen, az meg a másik fele, amikor meg már pontosan, tehát ezt szoktam mondani, ma meg már szinte ilyen ismerkedés gyanánt, hogy kávé, és hogyha nem érkezik elég gyorsan a válasz, akkor hopsz, egy motivációs kuki reppen rögtön, ugye? Tehát, hogy egészen pontosan értsük, hogy mit is gondolt ő kávé alatt. A harmadik... Egyébként mit gondoljunk arról a férfiról, akivel ismerkedünk, de egyből küld nekünk egy képet a nemi szervéről például. Tehát, hogy ez mennyire kell elítélnünk ezt? Én nem gondolom ezt természetesnek. Tehát egyrészt semmit nem tud a női lélekről, hogy azért egy vadidegen falloszra nem biztos, hogy annyira pozitívan reagálunk. Tehát ez az egyik része, a másik, meg itt akkor már nincsen kérdés, hogy most komoly párkapcsolatra vágyik-e, ugyebár. Tehát lehet szűrni a jelekből. Ebből a jelből azt gondolom eléggé egyértelműen és rizikómentesen. Amit kérdeztél, ez a ghosting, ugye, ez a tipikus, valahol az online világ tette ezt kiváltképp lehetővé, hogy
bármikor eltűnhetünk, kiléphetünk ebből a ismerkedési folyamatból. Ugye jellemzően mindenki több vasat tart a tűzbe, és amelyik ugye legjobban alakul, vagy pedig a másik nem alakul elég gyorsan, akkor bizony rögtön törölti, vagy úgy egyszerűen csak megszakítja a viszonyt. Az online párkeresési platformokon kívül milyen ismerkedési módszert ajánlasz, ami egy kicsit lehet, hogy jobb? Én azért bízom a való életben, való ismerkedésben, bár hozzáteszem, hogy független attól, hogy egy teljes másfél órás előadásom van körülbelül, ahol a mindenféle veszélyét elmondom itt az online világnak, de ettől függetlenül eljön hozzám egy kliens azzal, hogy nincsen párkapcsolata, biztos, hogy én is ráveszem arra nagy valószínűséggel, hogy regisztráljon valami online világban is, mert növeli a lehetőségeket. Ahogy én ismerem a statisztikákat, ugye hát attól függ, hogy hol veszik föl, körülbelül azért minden harmadik ember akár közösségi oldalakon, akár máshol pillantja meg a másikat, azért egy online ismerkedés előzi meg. Viszont ott van a kétharmad, aki pedig a való életben ismerkedik, és ez bármit, nyilván a legjobb a baráti kör révén, azért, mert már valahol egy közös érdeklődés adott. Az, hogy megvan ennek a maga izgalma, ahogy vajon eljön, mit mondott rólam, látod, szerinted tetszem neki, tehát ez ad egy plusz fűszert ilyen értelemben az ismerkedésnek, ez az egyik része. A másik pedig az, hogy illetve ahol még szintén lehet, ugye tele vagyunk fesztiválokkal. Nézzük meg most itt a tavasz, és valahol az emberre igaz az, hogy így hirtelen kinyílunk. Kinyílik a személyiségünk is. Ahogy kinyitjuk az ablakokat, kiülünk a kerthelyiségekben is. Tehát ismerkedni valójában bárhol lehet. Én nagyon szoktam ajánlani a fesztiválokat, és itt nem csak a zenei fesztiválokra gondolok, hanem például akár egy csoki fesztivál, egy borfesztivál, egy mangalica fesztivál, tehát valójában olyan, ahol egy kicsit felszabadultabbak, egy kicsit másmilyenek vagyunk, mert valljuk be, hogy azért mai világunkban már úgy ismerkedni, hogy mit tudom én, a lányok dobálják a zsebkendőiket, igen, szóval ilyenkor igaz az, hogy legfeljebb a közterületes jön oda, tehát hogy nem biztos, hogy most életünk szerelme oda rohan és felkapja. Tehát ezért nagyon nehéz, és valahol egy kicsit ebben a mai rohanó világunkban idétlen is, hogyha az utcán, amint éppen sietek a munkahelyemre, egy férfi odalép mondjuk, hogy annyira tetszem neki, viszonylag kicsi az esély annak, hogy sok lehetőséget kap, hogy a belső értékeinket is megismerjük egymásnak. Mi a véleményed arról, hogy kezdeményezzenek-e a nők? Vagy csak a férfiaknak hagyjuk meg ezt a terepet? Nagyon összetett és vitatott kérdés, mert egyik oldalról emancipáció van. És mindig vannak olyan példák, hogy ugye, hogy a nő kezdeményezett és összejött, de azért valahol azt szokták mondani, hogy igaz, hogy általában a nő választ, ez még ilyen régi kommunikációs szakemberek véleménye alapján, de mégis a férfinek kell megélnie azt, hogy ő volt a kezdeményező. Társadalmunkban a férfiak felé is él egyfajta elvárás, hogy legyen macsó, legyen maszkulin, legyen hódító, legyen vadász ilyen szempontból. Ugye mennyire ritka a vadászaton, ugye a női vadászok. Én egy kicsit valahol ebben hoznám párhuzamba, és egyébként érdekes, egy 2 évvel ezelőtti tanulmány mutatta, mert ugyanez igaz a szexuális kezdeményezésre is, hogy egyik oldalról még a felnőtt filmek azt sugallják, hogy a nők kezdeményeznek, és bizony azért emiatt a férfiak sokszor el is várják ezt, hogy érezzék azt, hogy ők is mennyire hódítóak olyan szempontból, hogy ő rájuk is vágyik a nő. De azért mégis érdekes ez a cikk, azt hozta ki, hogy arányaiban a férfi azt szereti, hogyha ő kezdeményez többet, akkor érzi, akkor éli meg magát igazán. Tehát potensnek, szexualitása csúcsán, stb., hogy ő mindig akarja, ugye? Tehát valahol azt mondom, hogy nehéz most nekünk hirtelen egy új történelmet írnunk, mindezen sztereotípiák, elvárások és hiedelmek mentén, úgyhogy azt gondolom, hogyha inkább mi ilyen szempontból volt ez a mondás, hogy ez a te csak illatozzál, mert ugye ahogy a virágok se rohangálnak a méhek után, hogy beporozzák őket, inkább olyannak kell lenni, hogy a férfi alig bírjon magával és odalépjen, de nem biztos, hogy jó, mert hogyha azt sugal, hogy mi kezdeményezünk, akkor már is jöhet a szex, és akkor nincsen meg az a folyamat, ami túl gyorsan jön, az erre mondják, könnyen jött, könnyen megy, annak nincs akkora értéke. Tehát a szerelem esetében azért mind a mai napig nagyon igaz, hogy akkor igazán nagy a lángja és a lobogása, hogyha sok akadályt kellett érte leküzdeni.
Mi a véleményed arról? Én az ismeretségi körömben nagyon sok ilyen példát látok, hogy úgy indulnak, úgy lesznek, úgy alakulnak ki kapcsolatok, hogy közben az egyik oldalon van az illetőnek párja, uh-huh. és egy titkos románcként indul. Hogyan viszonyuljunk ezekhez? Tehát érdemesebb belemenni, illetőleg teljesen el kell utasítani, mert nagyon sok esetben én azt tapasztaltam, hogy abból azokból lesznek a párkapcsolatok. Ne felejtsük el, az ember társas lény, nem szeret annyira egyedül lenni, és mondjuk egy közepesen jó kapcsolatból nem biztos, hogy rögtön kilép. Most itt vegyük félre azt, hogyha már házasság, gyerek, meg közös vagyon, de amikor még fiatal, akkor általában azért van kapcsolata. És általában az egyikből lép át a másikba, tehát ezt még azért nem nevezném annyira kizárólagosnak. Úgyhogy ezt nem feltétlenül, nyilván most az a mi saját belső tartásunktól, etikai, erkölcsi értékünkön múlik, hogy ameddig kapcsolatban él, addig már köztünk is szövődik valami, vagy pedig csak az ismerkedést engedjük. De én azt látom, hogy pontosan, ahogy te is mondtad, hogy nagyon sokszor igaz, hogy hát egyikből lépünk a másikba, és van, hogy jobb választást teszünk. Uh-huh. Említetted, hogy az a jó, hogyha virágzunk. Mik azok a tulajdonságok, amikkel rendelkeznünk kellene ahhoz, hogy csábítóak legyünk? Paradox, de az egyik legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Már evolúciósan kimutatták, hogy a női kacaj, a női nevetés, hogy az mennyire erotikusan hat a férfire. Ennek egyébként egy olyan gyökerét vélték felfedezni, hogy azért, mert ugye benne van a nyelvünkben is, hogy a férfi boldoggá teszi a nőt. Most hát a férfiak lusták, egy eleve jókedélyű nőt könnyebb boldoggá tenni. Tehát ez a fáma szerint ez innen indult, de vitathatatlan, hogy egyrészt az önbizalom öltöztet. Tehát egy olyan valakihez, akin tényleg látszik, sugárzik azt, hogy jól érzi magát a bőrében, sokkal jobb társaságnak is gondoljuk. Nem véletlen, hogy a humor az egyik legfontosabb vonzerő mind a két nem esetében. Tehát konzekvensen kijön az, hogy az első három legvágyottabb tulajdonságként jelenik meg a párválasztásban. Úgyhogy hát ne felejtsük, hogy a férfi sem terapeutaként szeretne odalépni, hogy majd itt persze mindenféle ilyen lelkisebbünket begyógyítja, hanem annak körül, hogyha egy egészséges, érett és boldog ember vágyik rá. Miért van az, hogy az online felületeken sokszor elcsúsznak a dolgok, és az ismerkedés rossz irányba halad? Ne felejtsük el, hogy most kivált kép, most itt nem akarok senkinek se pozitív, se ellenreklámot hozni, de ugye úgy szoktuk mondani, ez a húzigatós applikáció, ahol pillanatnyi felvételek alapján rögzítjük és preferáljuk a másikat. Most gondoljunk bele, hogy egyetlen fotó alapján azért szívecskézünk, vagy kukázunk potenciális emberi viszonyokat. És hát erre szoktam én azt mondani, hogy tényleg lehet, hogy éppen a nagyőt kukáztuk, és bizony, hogyha felidézzük mondjuk az elmúlt viszonyainkat, kapcsolatainkat, egyáltalán nem biztos, hogy életünk egyik nagy szerelme nem pont az ideálunkkal ellentétes volt. Tehát ez is nagyon fontos, és ezért azt gondolom, hogy nyilván van az ismerkedésnek egy optimális időpontja is. Ha túl hamar találkozom a másikkal, akkor talán annak az a legfőbb veszélye, hogy még nem kedvelem, nem szeretem meg annyira, hogy az esetleges hibáit el tudjam neki nézni. Ez nagyon jó, ahogy felhoztad. Hány nap után találkozzunk? Ezt nem lehet így pontosan meghatározni, így napra pontosan, de én azt szoktam mondani, hogy olyan 3 hét, 1 hónap körülbelül. Mert hogyha találkozás? Hát igen, 2 hét, 3 hét, 1 hónap, az, hogy tényleg meglegyen az a fajta ismerkedés. Ha viszont túlságosan elhúzzuk, és hogyha ennél már több, tehát mondjuk már 6 hét, az viszont az a baj, hogy akkor meg annyi mindent beleálmodunk, hogy már nem róla szól, hanem már a mi vágyainkról. Tehát annyira kiszínez, és elképzeljük, hogy most aztán abszolút. Így van, aminek már nem tud megfelelni. És ez a beleképzelés is inkább a nőkre jellemző. Hát mind a két félre, ugye a férfiak azért elsősorban itt ilyen vizuális paraméterek alapján tartanak még ebben a stádiumban, a többit pedig nyilván azt majd a későbbi döntik el. Köszönöm, Kriszta, a hasznos szavakat, tőletek pedig búcsúzom, ez volt az első szakértői rovatunk, tartsatok velünk legközelebb is!